két egymásból láthatóan remekül felkészített csapat nagy taktikai csatáját hozta a Vidi Győri fellépése. A találkozót felvezető Vaskó Fejes, illetve Filibajtis lövés után a Vidi percei következtek. A 11. percben Vasiljevic volt erőszakos, a hazai védők asszisztálása mellett labdát szerzett, élesen középre lőtt labdájára azonban nem volt érkező. A 13. percben a Győri 16-os előterében Polonkai jutott labdához, lövése azonban elkerülte a hazai ketrecet. A 33. percben Mladen Bozsovicsnak is játékba kellett avatkoznia. Fehér lövése elsőre még kijött kapusunkról, Bozsovics azonban gyorsan összekapta a labdát a berobbanó győri támadó elől. A 44. percben André Alves léphetett volna ki zicserben, azonban a játékvezető les miatt visszafújta az akciót, a lassítások alapján nem biztos, hogy igaza volt Bede Ferencnek. Az első félidő utolsó lehetőségét a győriek jegyezték, Trajkovics passza után Bugerra élesszögből lőtt, Bozsovics azonban a helyén volt. A második félidő elején már érezni lehetett, egyre nagyobb a feszültség a pályán. Az 53. percben jött az első kiállítás, Stanisic hatalmas ütemkéséssel buktatta a félpályánál Nikolicsot, a játékvezető pedig azonnal leküldte a pályáról a győri védőt. Az emberelőnybe kerülő videóton Sándor György lövéseivel próbálkozott, középpályásunk azonban előbb mellé, majd fölé durrantott. A győriek is próbáltak veszélyes akciókat vezetni, azonban a 70. perc után Gosztonyi percei következtek. Támadunk előbb fölé csavart egy szabadrúgást, majd a 16-oson belül megpróbált középre tenni egy labdát, amely a győri védő kezéről pattant ki, a játékvezető azonban nem adta meg a jogosnak tűnő büntetőt. A 77. perc hozta a meccs legnagyobb lehetőségét. Nikolic volt az, aki középen jól helyezkedett egy jobboldali beadásra, 4 méterről bólintott is, Stevanovic azonban óriási bravúrral menteni tudott. A 84. percben kiegyenlítődött a létszám. A helyzet hasonló volt, mint korábban Gosztonyi eseténél. Vaskót gyakorlatilag karon lőtte az egyik győri védő, Bede Ferenc ezt a szituációt azonban lefújta, védőnknek sárga lapot adott, akinek ez volt a második ilyen színű kártyája, így megfogyatkozott a videóton. A szabadrúgásból ráadásul gólhátrányba is került csapatunk, Völgyi gurította el a labdát Ganugravának, aki 20 méterről úgy lőtt Bozsovics kapujába, hogy a labda egy kicsit irányt is változtatott az egyik kirepülő videóton játékoson. A meccsnek azonban ezzel még nem volt vége. A 89. percben a csereként pályára lépő Szakály lépett volna ki a bal oldalon, Fehér szabálytalankodott vele szemben a büntető területen belül, jogos 11-es. A győri játékos ráadásul az eset után lefejelte középpályásunkat, amiért ő is megkapta a piros lapot. A büntetőhöz André Alves állt oda, a góllövő lista éllovasa pedig hihetetlen nyugalommal vágta a labdát a léc alá, kialakítva az 1-1-es végeredményt.